Sziasztok, Anami vagyok. A testfél év legelején még ígértem nektek, hogy beszélek a szabad levegőről, a sportról és az alvásról. Az alvást azt már érintettem is, és szerintem aki velünk gyakorol, az mindenki érzi, hogy milyen sok alvásra van szükség a gyakorlás mellett. És ez nem elsősorban az izmok fáradtságából adódik, hanem abból, hogy egy olyan mély belső átalakulás zajlik, hogy egyszerűen lekapcsolja az embert. Úgyhogy aludjatok sokat. Nem nagy okosság, de nagyon van értelme. A sporttal kapcsolatban azt szeretném nektek mondani, vagy arról szeretnék beszélni, hogy sokan kerestek meg engem azzal, hogy nagyon nagy átalakulással jár az életetekben a gyakorlás. Ez azt jelenti, hogy olyan régi élethelyzetek mozdulnak ki, oldódnak meg, amik ugyan jó irányba visznek, de mégis az ember életét alapvetően rázzák meg. Ugyanez az érzelmi tisztulási tünetekre is igaz, hogy nagy változással járnak. Ilyenkor egy dolgot lehet tenni, előre menekülni. Annak van értelme igazán, hogyha az ember ilyenkor folytatja a gyakorlást, és kiegészíti sporttal. Emeljük a tétet. Azt tudom, hogy nagyon durván hangzik, hogy nem elég a gyakorlás, de mellette még érdemes sportolni is. De mégis nagyon sokat segít, mert ad egy olyan érzelmi stabilitást, vagy legalábbis annyira kimossa az emberből a negatív gondolatokat, hogy ilyenkor elengedhetetlen ezekben a nagy változásokban. Úgyhogy sportoljatok sokat, hajrá! És a szabad levegő. Nagyon-nagyon sokat segít, nagyon-nagyon erősen tisztít, hogyha kint vagytok a szabadban. Nagyon jó, hogyha minden nap van olyan, hogy a föld van a lábatok alatt, és nagy tér fölfelé a fejetek fölött. Ezt tudom, hogy ha én is városban élek, tudom, hogy elég nagy luxusnak tűnik, de nagyon jó, hogyha bele tud férni az idő többen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem vagytok, nagyon sokat jelent nekem is, és Gábornak is. Köszönjük szépen a kommenteket, meg azt, hogy együtt lehetünk a távolból. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem vagytok, és nagyon szeretlek benneteket. Sziasztok!